Balázs Gál vagyok a Mobilix TV-től, és ez itt a Samsung Galaxy Tab 7 inches tablet számítógép, aminek most itt a tesztjét fogjátok látni, egy csomó programot el fogok indítani. Például most kezdjük már is egy online zene streaming programmal, és akkor, hogyha a háttérben fut a zene, próbáljuk, hogy mennyi program után akad ki a gép mondjuk. Úgyhogy játszunk le egy kis Old City zenét, vagy hát igazából nem is tetszik most annyira, inkább a White Knuckles OK Go-tól. Háttérben egy kicsit halkan, és kezdünk el fényképeket nézni, például amit csináltam a 3 megapixeles kamerával, ami benne van ebben a gépen, az életemen. Lássuk. Elég jó képeket csinál, ahogy itt látjátok. Lehet jól zoomolni, sok ez most egy videó, ez nem érdekes. De mondjuk, ja. Kb. Ilyenek a 3 megapixeles videó, vagy képek és egy videó. Így néznek ki, mondjuk játszok le a videó lejátszóban. Háttérben tovább fut a zene, érdekes mód. Nem túl hosszú videó, és... ja, pár kollégák, itt benne vagyok én is a képben. És ja. Így nézik ki amúgy a videó lejátszás, meg a fényképezőgép ilyen jó videókat, vagy a kamera ilyen jó videókat csinál benne. Aztán következőként mondjuk nézzünk meg az e-mailjeinket. Mert hogy UMTS-en, mert hogy VLAN-on át, az is persze teljesen jól működik. Itt ez az új e-mail app, ami nagyon jól működik, nagyon is szeretem, lehet már is felhívni az egyént, hogyha benne van telefonszáma, meg archiválni, válaszolni, meg minden. Egyetlen hátrány, hogy nem lehet kimásolni belőle a szöveget, úgyhogy átmondja rajtam az az új adalak, hogy megjelenik egy olyan, hogy kiválasztani, és akkor lehet másolni, törölni, meg mindenféle, de azt itt nem lehet csinálni sajnos. De mondjuk az, hogy Android 2.2 van, ki tudom nyitni például simán a YouTube videót, a browserben nem kell hozzá a YouTube app, mint az Apple-nél mondjuk, hanem egyszerűen simán a browserben is ki lehet nyitni a videót. Akkor is, hogyha normális YouTube oldalon lennék, nem feltétlenül most, mint itt a mobil oldalon. És akkor menjük azt, hogy play, és akkor simán lejátsza, még high quality-ban is, hogyha akarnánk. De látjátok, eléggé jó itt a kép, és persze lehet simán előre-hátra navigálni, ugrálni, és stb. Ezt most hagyjuk. Ahogy látjátok, már 4 program is fut egyszerre, itt majd mindjárt bemutatom, hogy lehet őket egyenként megállítani. Kalendár talán nem ismeritek, az is nagyon jól működik, csak sajnos nem olyan jól néz ki az, hogy barna, meg ilyen furcsa fa van mindenhol, de amúgy eléggé szép. Én most németül használom az egészet, azért van minden németül. Magyar sajnos nem lehet kiválasztani, hogyha jól láttam, de lehet, hogy a Magyarországon lévő verziónak majd lesz magyar menüje is. Különben mit szoktam itt csinálni mobillal mondjuk? Keresünk valamilyen helyiséget és rámegyünk a Maps-re. És most éppen például Londonban vagyunk. És akkor ott meg, és akkor nézni, hogy az utcán merre kell menni, és akkor itt Google Street View-n meg lehet nézni most, hogy hol is vagyok pontosan, és mi az utcának a neve, és akkor, hogyha arra akarok menni, akkor itt lehet persze tovább is menni. És hogyha villánom elég gyors, akkor itt persze lehet simán tovább is menni, ez lenne a Street View. Ezt is hagyjuk nyitva, hagy fusson. És ja, mondjuk még Facebookozni is akarok egy kört. Mint ahogy említettem, azzal most, hogy már ilyen sok program fut egyszerre, most... Ja, itt persze most a videó volt éppen, azért volt minden fekete. Úgyhogy menjünk rá az internetre. És mondjuk adjuk be azt, hogy Facebook. Ennek van olyan funkció, hogy swipe. Nem kell feltétlenül egyenként megnyomni a gombokat, hogy Facebook. Hanem menjünk vissza. Tudok kölcsön, hogy Facebook. Látjátok, és akkor ma automatikusan megtalálja. Tök jó funkció, hogy ez persze lehet nagyon gyorsan is csinálni. Van, aki gyorsabban tud így jönni, mint rendes billentyűzettel, de azért az még kicsit gyakorolnom kéne, csak hogy látjátok a mobil verziót, én általában a teljes verziót jobban szeretem, ott még lehet chattelni is, nem akarom feltétlenül a chat programot ezen használni, akkor például látom, hogy itt most be van kapcsolva egy kollégám, itt a Márkusz, oda be tudok zoomolni is, hogyha nem találom már is el, az először, hogyha megnyomom, és valahol itt most kinyílt a chat ablak, ott is van. Már csettettem el az ebbe kicsit. Sajnos nem nagyon jól működik itt Facebookban a chat, mert mindig eltűnik valamiért, de amúgy elég jól lehet használni, ez most csak egy kicsit buggy, mert már 2 napja fut a gép, és nem nagyon
hagytam, hogy resetelje magát, de látjátok, amúgy működne, hogyha akarnám. És ja, hát még utoljára, utolsó program, talán még bemutatok egy játékot, Angry Birds, és még eközben is a zene a háttérben fut tovább, amit streamingelek. Incredible szerintem, ez már a hetedik app, ami most egy paralel fut, ami szerintem eléggé durva. Ez a játék ingyen létezik, most már eddig pénzbe került, vagy mint beta verzió lehetett csak használni, és eléggé jó fizika van benne, úgyhogy megnézitek, teljesen tök jó benne a fizika engine. És ja, igazából ennyi is volt a Samsung Galaxy Tabről, amit mutatni akartam. Mostán még itt, mint utolsóként, itt látjátok, mennyi program van nyitva, ki is írja, hogy mennyi százalékot használ most a CPU-ból, és ezt persze mindent egyszerűen így meg lehet állítani, vagy egyenként, és már kész is, de installálni is lehet könnyen. És ja, 200.000 forintot 100%-ban megér, mert ez tényleg mindent tud. Nem olyan lassú, néha persze, hogyha túl sok minden fut egyszerre, az egy 7 program, az már túlzás egy ilyen 1 GHz-es gépnek, de látjátok, elég jól bírta. 100.000 applikáció van, amit le lehet tölteni, pénzért ingyen, és ja, tényleg megéri olyan sok pénzt, és könnyű, vékony, és tud mindent. Még akkor is, hogyha nem vesztek hozzá most UMTS kártyát, akkor véletlenül át nagyon jól lehet használni, van front kamerája is, lehet videócsettelni, tényleg nagyon jó. Köszönöm, hogy benéztetek, én voltam Gábor Lázs a Mobilix-tól és az Endevil.com, Endevil TV-től. Legközelebbig viszontlátásra!